Szevasztok, mint azt tudjátok, a múlt héten koronavírusos lettem a múlt hét végén, de azért rengeteg minden dolog történt. A gazdasági bizottságban Matolcsi György elmondta, hogy a gazdasággal minden rendben van. Szintén a gazdasági bizottság volt az, aki nem hajlandó foglalkozni a közüzemi díjaknak az alacsonyabb áttételére. Fölszólaltam a parlamentben az egészségügyi dolgozók védelmében, illetve egyedüliként én szavaztam nemmel a Fidesz újabb felhatalmazási törvénye ellen. Nem kell ehhez sajnos nekik felhatalmazási törvény, már réges-rég cselekedniük kellett volna, és ez egy egész színjáték, és csak az ellenzéket hozzá kellemetlen helyzetbe. Úgy, hogy több ezer ember életével játszanak. Matolcsi György a gazdasági bizottság ülésén, múlt heti ülésén ugye beszámolót tartott, és elmondta, hogy Magyarországon növekednek a bérek, és hogy milyen jó, hogy az infláció 3%-os. Nem csak én, hanem többen is kérdezték hogy tőle, hogy melyik ország adataiból nézi ezt. Matolcsi György valószínűleg egy másik bolygón, egy másik Magyarországon él. Én megkérdeztem tőle, hogy az inflációt is úgy számolják ki, ahogyan a béreket Magyarországon, ugye azt meg tudja, hogy Magyarországon a béreket úgy számolják ki, hogy 1,5 millió embert kihagynak belőle, általában a legszegényebbeket, és a maga számítási rendszer is egy fölfelé torzító, tehát hogyha így számolják ki az inflációt, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy így számolják ki, akkor az egész általa elmondott ügy egy nagy hazugság. És sok értékes ellenzéki javaslat is elhangzott. Többek között az, hogy legyen sávos az adózás, illetve az is, hogy az áfát végre, az élelmiszerek áfáját végre csökkentsék. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert a szegény emberek, illetve az átlag emberek Magyarországon a fizetésük 50-60%-át élelmiszerre költik. A gazdag emberek, akik ugye sajnos nincsenek olyan sokan Magyarországon, csak a fizetésüknek egy töredékét költik élelmiszerre. Így gyakorlatilag ez az általános forgalmi adó, ami az élelmiszereket sújtja, a szegények, vagy hát mondhatjuk úgyis a dolgozók adója. Többször előkerült már több ellenzéki pártól, és hát nyilván tőlem is az a javaslat, hogy csökkentsük ezt az áfát. Sajnos a kormánypárti képviselők ezt mindig leszavazzák már itt a bizottságban is. Természetesen addig fogunk küzdeni, amíg ez a javaslat át nem megy, vagy a Fidesz kormányzás alatt, vagy jó esetben egy kormányváltásnál 2022-ben. Múlt héten felszólaltam a parlamentben azért, hogy felszólítsam a kormányt, hogy vonja vissza az egészségügyi dolgozókról szóló törvényjavaslatot. Önök azt hazudják, hogy felemelik a szakápolóknak a bérét, de önök is jól tudják, hogy a törvénynek a többi része sajnos azt eredményezi, hogy ezeknek az embereknek óriási jövedelem kiesése lesz, és ezt önök egy olyan időszakban teszik, amikor egy járvány tombol Magyarországon, jönnek a hírek, hogy több ezer ember fontolgatja, hogy ott hagyja a pályát, most, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk. Úgyhogy az a helyzet, hogy mivel én ezt a törvényt így ebben a formában bohózatnak tartom, én ezt nem fogom megszavazni, és kérem, hogy az egészségügyi törvényt így ebben a formában katasztrófát is okozhat, ezért arra kérem önöket, hogy ezt pedig vonják vissza. Egyáltalán nem készültek fel a második hullámra, holott tudták, hogy lesz második hullám, illetve hoztak egy olyan egészségügyi törvényt, amely lehetetlen helyzetbe hozza az egészségügyi szakápolók jelentős részét, és ezzel nem csak a szakápolók egzisztenciáját kockáztatják, hanem a magyar emberek életét is. Egy világjárvány kellős közepén, én azt gondolom, hogy az a kormány, aki így viselkedik, azoknak semmifajta plusz felhatalmazást nem szabad adni a már így is meglévő kétharmadukon felül. Ez a törvény azt fogja eredményezni, hogy a járvány kellős közepén, amikor emberek ezrei fognak így is valószínűleg meghalni, hiszen napon százan halnak most már meg sajnos Magyarországon, még sokkal kevesebb egészségügyi dolgozó, illetve orvos lesz az egészségügyben, ez vállalhatatlan, ezt a törvényt azonnal vissza kell vonni, és ezért is tiltakozásul én nem szavazom meg a felhatalmazási törvényt. In the love, mama, tell me in the love, in the, in the, in the package of pasta, in the...